A Magyar Ifjak Világtalálkozója MIVIT a Kárpát-medencén túl és azon belül élő magyar ifjak találkozója, amelynek célja, hogy a Kárpát-medencében és azon túl élő magyar fiatalok egy fesztivál keretein belül ismerettségeket, barátságokat kössenek egymással. Megismerik egymás népszokásait, gasztronómiáját, hagyományait, és ha egy vékonyka szálon is, de újra kapcsolódjanak a magyar gyökereikhez. Az idei 7. találkozónak Karcalga Nagykunság fővárosa ad otthont. Ez minden évben más helyszínre kerül, és próbálunk olyan helyszíneket találni, ahol egybe fogadnak minket, szeretettel várnak, és nyilván a hely is alkalmas arra, hogy ennyi 80-90 fiatalt, kulturált szinten el tudjunk helyezni. Ugye csak főszezonról beszélünk, elég nehéz ilyen helyet találni, de Karcak teljesen ideális ebből a szempontból, és hát nyilván mindig máshova szervezzük ezt, pont azért, hogy Magyarország, illetve a Kárpát-medence egy-egy kis szegletét azon a héten azt mutassuk be. 9 országból vettek részt, egyébként ez általában 15 fölött szokott lenni. Sajnos a pandémia ugye ezt is egy picit meg, létszámban ugyan nem, de az országok meg egy kicsit levágódtak, hogy úgymond, mert ugye nem volt lehetőség arra, hogy bizonyos messziről érkezők bejöjjenek az országba. Legalábbis még előtte, a rendezvény előtt egy 2 héttel ez volt a helyzet. Hál' Istennek most kinyílt, de ennyi idő alatt már nem lehetett, hogy a távoli országokból is eljöjjenek. Az Akácliget gyógy és strandfürdőben pénteken tartott konferencián Ács Tibor főszervező köszöntője után dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelősügyi miniszter, Szepesi Tibor polgármester is arról beszélt köszöntőjében, hogy Karcag ma is őrzi hagyományait. Az itt élők büszkék múltjukra és jelenükre. Évek óta tervezzük azt, hogy Karcag házigazdája lesz a MIVIT-nek, egy olyan rendezvénynek, amely összefogja a Kárpát-medencében, sőt az egész világon élő magyar ifjúságot, és Karcagra látogat ez a tábor. Ahogy az előttem szólók is mondták, ez idő alatt, a rövid idő alatt próbáltuk megmutatni a táj szépségét, az itt élő hagyományokat, próbáltuk önökkel, veletek megismertetni azokat az értékeket, amelyekre mi nagyon büszkék vagyunk. Nyilván nem lehet ennyi idő alatt mindent megmutatni, hiszen Karcag a központja a Nagykunságnak, ahogy miniszter úr is mondta, a Nagykunság fővárosa, szíve, lüktető ereje. Elindultatok különböző irányokba, megismertetek tájakat. Én bízom abban, hogy ez csak egy figyelemfelhívás volt, egy érdeklődésnek az elindítója, és a jövőben is egyre többőtökkel találkozhatunk majd, akár itt Karcagon, akár különböző nagykunsági településeken. Külön örülök annak, hogy ez a találkozó itt jött létre Karcagon, ebben a fürdőben és ebben az épületben, hiszen először van ilyen jellegű konferencia itt nálunk. Erre építettük ezt az épületet, tehát különböző rendezvényeket, tanácskozásokat, konferenciákat szeretnénk idehozni a karcagi gyógyvízű strandfürdőbe, és ahogy veletek is megismertetni a karcagi hagyományokat, az itt élő emberek munkáját, tevékenységét, kultúráját, és azokat az épített és természeti értékeket, amelyek körbevesznek bennünket. Mindketten azt kívánták, hogy minél többet ismerjenek meg a Nagykunság fővárosának hagyományaiból, értékeiből a jelenlévő 29 magyar ifjúsági szervezet képviselője. Gál Gergely, a miniszterelnökség miniszteri biztosa is elismeréssel szólt a MIVIT-ről, hiszen, mint fogalmazott, a táborozók között összekötő kapocs a magyar nyelv. Most a Nagykunságot, az Alföldet ismerhették meg a történelmünkkel együtt. A köszöntők után minden ifjúsági szervezet képviselője aláírásával fejezte ki azon szándékát, hogy a Magyar Ifjak Világ találkozója minden évben, július első hetében a Kárpát-medence valamely településén újra és újra megrendezésre kerüljön.
Ezt követően átadták a sportversenyek érmeit. Mint Ács Tibortól megtudtuk, spanyol-ciprusi, amerikai fiatalok mellett jó részt a Kárpát-medencéből érkeztek a táborozók, akik megismerkedtek a Hortobágyjal, jártak a kenderesi Horthy Múzeumban és a Tiszatónál is, de Karcag nevezetességeit is megnézték. Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy nem ültetjük be a gyerekeket a padba, hanem elvisszük őket, megnézzük, megmutatjuk, meg tudja fogni, le tudja fényképezni, és azzal az élménnyel menjen haza, hogy nem a kivetítőn mutattuk meg neki a Szent Koronát, vagy a Vizsói Bibliát. Jelen esetben ugye Hortobágy az, ami közel volt, illetve hát kenderesen voltunk a Horthy kastélyba, meg a kriptába is, aztán voltunk a Tiszatavon kajaktúrázni, és még vár ránk azért egy pár nap. Péntek délután Rácz Turkevei Lajos mesterszakács vezetésével közösen főztek, szombaton népi játékokkal ismerkedtek, vasárnap a református templomban az Isten tisztelettel zárult a találkozó.